Sziasztok, fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit, folytatjuk a Tomb Raider első részének a végigjátszását, és az előző rész óta én megnéztem, hogy körülbelül hol tartok a játékban, hogy mégis mire számít csak, hogy mennyi van még hátra belőle, és hát játékidő szerint már a felén túl vagyunk, viszont hogyha a pályáknak a számát nézem, akkor a 15 pályából ez a tizedik, úgyhogy még egy olyan 5 pálya van hátra. Gondolom, hogy ez az 5 pálya, ez hosszabb lesz, és azért van még hátra a játéknak a fele, de majd meglátjuk. Szóval, eljutottunk ide, ami a City of Camon. Jó, itt nem kéne leesni, legalábbis nem úgy, ahogy én azt gondolom, mert elég mély a gödör. Így. Na nézzük, itt van ez. Ez húzós? Nem, ez egy ajtó. Nem, az ott nem működik. Nem fog kiugrani. Jó. Szóval, oda valahogy be kellene, hogy jussak. Oda. Megoldható. Jó. Tehát, ezt meghúzzuk. Gondolom, alattam az ajtó nyílt ki. Én legalábbis arra gondolok. Aha. Jó. Oké, tudom, hogy mit kell csinálni. Ezt a követ ki kell húzni, és a fentit rá kell húzni erre. És akkor itt ezen az árkon át tudom vinni a fenti követ. Fentit. És akkor gondolom, hogy... oda akkor fel tudok mászni. Tiszta sor. Úgyhogy ezt szépen odébb pakoljuk. Sőt, mondok jobbat, hogyha én ezt így ide kihúztam. Ugorj be! Nem kell arra beugrani, pedig direktből úgy próbáltam olyan távolra, hogy pont beessél ide, de te úgy voltál vele, hogy nem, minek azt. Na, jó. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy elég jól haladunk a játékban, mert, mint mondottam, már csak 5 pálya van vissza, de viszont azok hosszúak lesznek. És ha megnéztem azt is a Wikin, hogy ez most ugye, ha minden igaz, akkor Egyiptom. És Egyiptomban most lesz 3 pályánk. És hogyha ezzel itt végeztünk, akkor Atlantis. És ott is lesz 3 pálya. Jó. Nagyon jókor próbáltam menteni. Párduc! Én most már összeesnék. Köszi. Szóval, most mentünk egyet. Így. Au. Szóval, itt fent mi van? Egy kis életcsomag. Az jöhet is nekem. Jó az, hogyha van. Sőt, ott is láttam valamit. Ez meg magnum töltény. Nagyon jó. Okés. Szóval. Itt, hogyha átugrok, te mi az Isten vagy? Te mi? Milyen múmia vagy te? Dögölj csak meg! Tessék meg halni, nem menekülsz, gyere vissza! Hol vagy? Gyere vissza! Ne futkoss el itt össze-vissza, ha mi van veled? Azaz. Egyedül voltál? Hát biztos. Hűcsé, mik vannak itt? Jó. Azt mondja, hogy itt látok ilyen szimbólumokat, amiket majd meg kell keresnem. Tehát így ide is fog kelleni valami, meg arra is fog kelleni valami. Tehát konkrétan szerintem mind a 4 oldalra kell valami, akkor 4 valamilyen tárgyat kell megtalálnom. Úgyhogy jó lenne kitalálni, hogy ezek merre vannak, csak előtte én itt szétnézek. Jó, semmi érdekes. Itt viszont láttam egy követ, amit el lehet mozdítani a helyéről. Ezt itt. Au. Oh. Nem. Először itt fel akarok nézni. Ide. De miért? Ott lesz egy nagy életcsomag.
Na nézzük, mi van akkor, hogyha én ezt a követ innen elmozdítom? Vajon ebbe a Sphinxbe, vagy bármi is ez, be lehetem menni? És ahogy látom, igen. Tehát ott bent van valami, amiért én be tudok menni. Egy kar? Nem, ez nem kar. Egy ajtó és egy kulcsjuk. Jó, előző pályáról nem hoztam kulcsot. Nem. Jó, akkor ide kell keresnem egy kulcsot. Hurrá! Jó, ezt a követ azért odébb tolom, hát ha valami hasznos. Hogyha esetleg így ideig eltoljuk. Nem, arra úgysem fogok tudni felugrani, mert messzi van. Ott megint nincs semmi. Jó, úgy néz ki a dolog, hogy valószínűleg úszni fogunk. És a Tomb Raider egybe akad, érted? Igen. Jó. Na nézzük, hogy mi van a vízben. Töltény biztos, hogy van. Magnumhoz. Meg... még magnum töltény. Nyilván nem véletlenül adogatja a játék. És így ennyi? Ezért jöttem be a vízbe. Jó, hát körbeúztuk egy párszor. Au. Gondoltam, átugrok ide. Szép volt, Pisti! Tehát arra gondoltam, hogy mi van akkor, hogyha az egyik kereki, ami nálam van. Hát egyik, egy gyereke van nála. Ez nem ide kell. Mi van akkor, hogyha ide? Lehet, hogy az egyikben jó lesz. Nem. Ebben meg biztos, hogy nem. Jó, hát akkor... innen merre tovább? Nézzünk csak szét. Ez itt? Ez nyílik? Nem, ez nem nyílik. Jó. Ha felmászok erre, feljebb tudok ott menni? Várjál csak. Nem, ezt a követ ezt nem fogom tudni eltolni odáig. Az ott kijárat lesz. Az ott biztos, hogy kijárat lesz. Rohadjak meg, én itt nem látok semmit. Komolyan mondom, én itt semmit nem látok. Várjál csak. Jó, megvan, megvan. Legalábbis valamit látok. Tehát ez nem véletlenül van itt. Mert ide fel tudok ugrani. Na nézzük. Hogyha oda benézek, ott lesz egy kő, meg pár dolog. Okés. Valaminek már ez valami. Aha. Jó, ide nem megyünk be. Viszont gondolom, hogy... igen. És most? Érdekes. Ezzel biztos, hogy nem tudok átugrani. Nem hát. És a vízben biztos, hogy nincsen semmi eldugott hely? Nem, nincs. A vízben semmi nincs. Na nézzük, hogy mi az, amit nem veszek észre. Mert valami biztos, hogy van. Ha csak nem... nem, ezt nem tudom áthúzni erre az oldalra. Jó, ez meg biztos, hogy csúszik. Erre a fejem teszem rá. Igen. Ez csúszik. Jó.
Ez várható volt. Oké. Nem hiszem egyébként, hogy innen kéne átugrani oda. Biztos, hogy nem oda kell átugrani innen. Várjál csak. Mi van akkor, ha... Aha. Aha, be lehet jönni a fejem mögé. És itt van shotgun lőszer. És ez nem secret, mert nem volt brrrr. És itt van egy kulcs. Aha, ez a kulcs kell majd oda lentre. Oké, okay, megvagyunk, haladunk valamára. Oké, okay, minimális életerőt veszítettünk, belefér. Jó, szóval, ehhez megvan a kulcs. Nem is gondolom. Igen. Hosszú folyosó. Ment is. Hosszú folyosók azok problémásak szoktak lenni. Ugye Resident Evil? Hello! Gyorsan ide felmászok, mielőtt valami rám ront. Sose jó. Hű, élet! Add az életet ide nekem. Jó. Hopp. Aha! Milyen jó, hogy itt fent jöttem. Gyere vissza! Hát az úgy elmenekült. Hé, hey, cica! Meghalt. Jó, felmászok. Csak azért, mert hát ha jön még egy. Ugrik. 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 Aha. Erre megyünk majd tovább. Jó, itt lent állatka már nincsen, viszont... tárgyak még lehetnek szétszórva. Nincs. Oké. Okay. Akkor... ide felmászunk. Jó, haladtunk 2 centit a pályán. Úgyhogy mentünk, és milyen jó, hogy mentettünk. Milyen jó, hogy mentettünk, ugye? Jó. Jó. Ezek korábban hol voltak? Aha. Ezt néztük az előbb. Jó. Jó. Eléggé nagy a terület. Jó, van egy krokodilunk. Meg azt látjuk is, hogyha elkezdjük lőni. Ne, hogy bemenj a vízbe. Azaz, vergődj, 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 dögölj meg. Na. Jó. Ott van egy macska szobor. Meg ott van fent lőszer. Azt kérem. Nem éri el! Akkor ezt máshonnan kell megközelíteni? Akkor honnan? Mert itt... Azt a kurva! Vicces pityura ráhozni a frászt. Vicces. Ez mi ez? Erre ráálltam és nem történt semmi. Jó, víz. Oké, okay, mentünk, és megnézzük, hogy mi van a macskánál.
Mi van nálad? Ez csak van. Oké. Nem lehet interaktolni semmit. Megnézzük, mi van a vízben. Remélem lesz krokodil. Eddig semmi. Eddig semmi. Ott van egy kar, ami, ha jól sejtem, ott szembe lévő ajtót fogja kinyitni. Lara, úgy-úgy, köszi. Szia, Kroki! Aha, látlak ám, ott vagy jobb oldalt, mindjárt beúszol ide. És most hol van? Ott van, lőjed, 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 ne sajnáld! Azaz. Remélem ő volt az egyedüli állatka a vízben. Mert most belemegyünk és megnézzük, hogy mit találunk. Ha. Jó, a vízben nem volt semmi, csak egy krokodil. Na, szóval, akkor megyünk feljebb. Tehát, hogyha lefelé nem vezet az út, akkor feljebb. Gondolom, ezt el tudjuk kapni. Éppen hogy. És ami ablakon itt bekukucskáltunk a túloldalról, ugye ezt a követ láttam. Amit szerintem húzni kell. Legalábbis gondolom, és két darab húzást kell rajta végrehajtani. Így. Oké. Ugorj fel. És most? Csak erre. Azaz. Hogy felmászok, már mentek is. Egy. Save. Az így fura. Ezek csak úgy vannak? Ezek csak úgy vannak. Jó. Itt. Aha. Ezen az oldalon tudok felugrani. És itt van egy kar. Ez valamelyik ajtót fogja kinyitni. Oké. Itt valami történt. Mi? Az jött ki. Az jött ki. Az nekem miért jó? Várjál csak. Azért, mert itt, erre itt fel lehet ugrani. Legalábbis remélem. Nem, nem kapja el. Az baj. Akkor viszont ezt a követ odébb kell, hogy húzzam. Amit igazából tolni fogok most. Így. És eltoljuk egész oda jobbra. Mert akkor bízom benne, hogy el tudok ugrani oda arra a kis kiálló teraszszerűség izére. Jó, jó. Aha. Úgy is van kialakító, úgyhogy ezt kell csinálni. Ez van akkor, amikor használom a végtelenített IQ-t. Nem mindig van bekapcsolva, csak úgy néha-néha, szökő évente egyszer. Na. Akkor ezt, amíg lehet, eltoljuk. Szerintem lehet még egyet tolni. Nem lehet még egyet tolni. Lara, mász felre. És... az igazi... veterán Tomb Raider játékos minden egyes ugrás előtt elmenti a játékállást. Na szóval. Na várjál, mert itt valami huncutság lesz.
Mert itt felfelé is tudok menni, meg itt jobbra is, vagy mi balra is van valami. Állatka nincs, viszont van egy kar, meg egy ilyen ablak. Oké, mi van, hogyha ezt meghúzom? Ó, értem! Tehát ezt meg kellett húzni, hogy feljebb tudjak menni. Jó. Savetta, te! Igen. És most... felugrik. Itt van egy ilyen tükörszerű valami. Enemy? Itt jobb oldalt van egy kar. Szeretném meghúzni. Ó, azt tudom, hogy hol van. Oké. Ott már voltunk, ott ijedtem meg a guruló kőtől. És ez? Ez csinál itt valamit, vagy csak dísz? Nem, ez nem csinál semmit. Ott nincs semmi. Á, az a szikret lesz! Aha. Jó. Tehát van egy szikretünk. És ha itt lejjebb megyek... ja, oda nem tudtam átugrani! Oké, ezt tudom, hogy hova vezet. Tehát itt simán le lehet esni. Remélem nem nagyon fog fájni. Jó. És... ugye ez a... a pályának a második része. Illetve, hogyha felbontam részekre. Onnan jöttem. Hát... így. Szóval... mentsük csak el a játékot, mert most megint úgy érzem, hogy haladtam 3 centit. Ha itt lemegyek, ott már látok tüskéket. Jó. Hogy ne nagyon fájjon, itt láttam egy követ. Igen. Magnum töltény. Oké. Itt. Itt arra el lehet majd menni. Aztán... ugye a tüskéket ott láttam lent. Oh -oh. Jó lett volna a dolog, csak... na. Jó. Hát a dolog az jó lett volna. Hé! Hey! Lara! Ne butáskodj. Ezt még egyszer megcsináljuk. Tehát a dolog az jó lett volna, hogyha nem háttal kezdek el lecsúszni. Hanem így. Kérdés, ez nekem miért volt jó? Mert se kar, se semmi nincs itt. Érdekes. Lehet, hogy csak ilyen csapda direktből, hogy majd a paraszt úgyis lemegy megnézni, hogy mi van ott, aztán úgyis meg fog halni. Kösz játék, kösz fejlesztők. Nem tetszik ez a hang. Aha, ott van lent több cica. Szaladgál, úgyis meghalsz mindjárt. Jön a másik, ott van. Jó, egy megvan. Jöhet a következő. Jó, akkor ne. Itt láttam egy kart, meghúzzuk. Jó, oda majd vissza kell jutni. Hé, hey, meg itt nagyobb fény lett, hello. De az előbb sötétség volt.
Hát tudom, hogy miért. Mert amit most kinyitottunk csapóajtó, az valahol itt van ennek a tetején. És így jön be fentről fény. Értem. De... Te cica! Fogd meg! Akkor ne! Hű, vannak még! Hogyan vagytok, Jézus Úristen? Jó, megvan. Megvan, 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 megvan. Hagyjál békén, cica! Anyátokat azt! Essél össze! Te is! Rossz! Na! Aha, még ő ott rohangál, vígan, boldogan. Na! Szaladj ki, úgy. Na végre! Először életet töltünk. Aztán mentünk egyet. Jó. Ez ajtó, vagy húzogatós? Ez egy ajtó lesz. Oké. Biztos, hogy lesz valami buktató. Nem? Csak élet? Csak élet. Jó, azt mondja, hogy... Hát, szerintem itt nincsen semmi. Jó. Erre a kőre fel lehet mászni, és ezzel, ahova nem tudtam átugrani az, arra a hídra, oda fogunk tudni felmászni, csak gondolom most a túloldalra. Valami nyílt. Itt ez a csapóajtó. Hé! Hey! Ezeket ki engedik ki? Csak kérdem. Itt van előtted, miért nem ezt célzott be, Lara? Ez durva, hogy mennyit bele kell lőni egy ilyen állatba. Jó. Köszi. Hát itt azért volt egy kevés. Ó, itt meg kicsi élet van, megérte? Teljesen megérte. Akkor megnézzük, hogy amott mi van. Várjál? Állj. Ott volt a nagy élet, és ez nyílt most ki. Oké. Okay. És máshol lent ajtó nincs. Jó, ezt is tudjuk. Nézzétek meg ezeket a hülye rajzokat, olyan, mint hogyha álló fasszal. Na mindegy. Jó. Tehát arra vissza fel tudok majd menni, de előtte elkukkantunk ide. Ó, remélem labirintus lesz. Mi a faszom? Nem akarsz békén hagyni? Kösz! Cseréld vissza a fegyvereket. Szóval, miért jöttem ide beszarni? Itt van egy lyuk. Erre? Gondolom. Mondjuk egy picit meglepett, hogy ezen fel tudok mászni, hogy ez nem csúszik. Jó, mielőtt bármi történik, én erre felmászok. Ó, egy kulcs. Az jó, mert egy másik kulcsukat már nem láttam. Érdekes.
Ez így érdekes. Ó! Oh. Ezt tudom, hogy hol van. Ezt tudom, hogy hol van. Mentünk. Félő, hogy leesek. Ide nem kell fegyver. Ide csak ugrálunk most. Magnum. Jó, és... Ott van egy kar. Minden gombot, minden kart meg kell nyomni, húzni, tök mindegy. Tehát, hogyha oda lenne írva, hogy ne húzd meg, akkor is. Meg kell húzni. Oké. Valami történt. Szeretem, amikor így a játék nem mutatja meg, hogy mi történik, majd rájössz magadtól. Mi? Á, tudom, mi történt. A homokot leengedtük ide. Ide leengedtük a homokot fentről. És itt van a kulcsjuk. Megvan a kulcsjuk. Oké. Okay. Ez tetszik? Tetszik, amikor így haladok a játékban. Ennyi volt a pálya? Itt a pálya vége? Akkor következő pálya. Mentés. Azt hittem, hogy egy picit hosszabb lesz. Jó, felmászunk. Ott megint van egy ablak. Semmi. Ott se semmi. Ott lent tárgy valami? Nem? Nem. Jó. Megfordulunk szépen. És ide bejövünk. Itt a falon, mert megint látok valamit. Miért van zene? Túl nagy a plac. Túl nagy a plac. Az kizárt, hogy itt ne legyen ellenfél. És nincs. Lesz egy szoba. Kérdés, hogy melyikbe kell bemenni először. Meg melyik mögött mi van. Igen. Itt már lehet úszni. Jó, én azt mondom, hogyha már ezeket itt kihúztam, akkor mentünk egyet, és kezdjük el erről. Miért van az a sejtésem, hogy mindegyik kő mögött lesz egy... krokodil! Nem ez lett volna a mondat? Kimennék ám. Tehát, hogy mindegyik ilyen kő mögött lesz egy olyan tárgy, amit ugye az előző pályán be kell helyezni a szoborba. Én erre tudok tippelni. És... arra is fogadni mernék, hogy itt a vízben lesz. Csak meg krokodil van. De hol van? Hol van a kukudil? Aha, látom. A
Azaz, menekülj csak te! Menekülj! Tudod, ha mindjárt meghalsz. Aha, bement! Ott a vesztet! Ott a vesztet, hogy bementél. Kiment. Nem adja olyan magát, olyan könnyen magát. Gyere csak ide. Aha, itt van mögöttem. Meghalt. Na, szóval, mi van a vízben? Szóval itt van egy élet. Ez biztos. Itt van lőszer. Aha! Na, Lara. Itt van egy kulcs. Valamihez. Felmegyünk levegőért. És azt mondja, ott semmi nincs. Ez a kulcs fog kelleni. Valahova, gondolom, ide. Honnan jöttem, várjál? Innen. Az a kulcs, ez ide kell? Ide. Ja, csak nem azt nyitja, amire számítottam. Au, elharapom a nyelvem. Hát ezt nyitotta ki. Jó, akkor megnézzük itt a másik szobát. Kösz! Kösz játék, ez tetszett. Ajaj, ez baj. Jó. Tehát. Itt van egy kar. És ez megint hol van? Játék. Segíthetné egy picit többet. Tehát nem elég, hogy megmutatod. Mutasd meg az útvonalat is, hogy merre menjek. Tudod, így a kamerával pásztáz végig az útvonalon. Nem? Nem. Jó. Kizárásos alapon itt fel kell mászni. Sok felé úgyse tudok menni. Élet, az kell. Lenes, élet. Vedd fel, Lara. Vedd fel. Jó. Kis... Hopp. Aha! Azt hiszem, ezt nyitottam ki. F5. Jó az, hogyha van mentés. A mentés az jó, ha van. Mi van itt lent? Aha. Ajtó mögé raknék be cuccot amúgy. A fejlesztők is így gondolták. A paraszt úgyse nézi meg, itt fogja hagyni. Látnék amúgy. Néha olyan jó a kamera, hogy az nem igaz. Arra szavakat nem találok. Oké. Okay. Na, igen. Jó, ez megvan. Hé, Lara, ne bénázz. Jó, most megnézzük ezt. Anyádat. Hülye párduc. Van még? És itt csak ennyi? Tehát itt se pár duc, tehát így nem? Tehát így a pár duc nem vigyázott semmire? Meg kellett volna várnom, mi kikakálja a kulcsot? Nyilván. Csá.
Szóval, itt sincs semmi. Aztán mondta, hogy itt fölösleg... Azt ugye tudjátok, hogy ezt hogy felveszem, már használom is el. Így. Jó, akkor nagyon úgy néz ki, hogy mehetek fel. Oda. Csak ahhoz ezt a követ odébb kell, hogy tologassam, vagy valamelyiket, de ez van hozzá a legközelebb. Toljad már! Még egyet kellett volna, mindegy most már. Annyira kíváncsi vagyok, hogy mi fog ott fent várni. Nyilván lesz egy ilyen hülye fekete párduc. Egyébként test közelből láttam már ilyen állatot. Állatkertben. Durva látvány egy ilyen cicus. Nagyon szép egyébként. De az abszolút kedvenc az a tigris. Basta! Köcsög múmia! Rábaszol, mert tudom, hogy ott vagy. Na gyere vissza! Nem haltál meg, tudom, mert akkor robbansz. Igen, ennek azért van hangja. Sőt, itt valaki berendezkedett elég szépen. Aha. Ezt meghúzom, mi történik? Ó, egy helyen van az összes! Oké. Az összes egy helyen van. Jó. És ezt miért mutattad? Le kell mennem. Az összes egy helyen van, csak le kell engedni mindegyikhez a hidat. Azt, meg ami a túloldalt van. Oké. Szétnézünk, hogy mit találunk. Hát először is itt van lent shotgun lőszer. Így. Jó. Mi van a vízben? Meg amit mutatott, az a vízben volt. Itt. Érdekes. Töltény. Kérem. Vedd fel szépen. Jó kislány. Oké. Na, szóval most... Ez nem tudom, hogy tologató se. Nem, mert nincsen rajta ilyen megkülönböztető jelzés. Jó. Visszajutottam ide. Ez nekem miért jó? Állj. Már száll fel. Ne visszafelé, mert nem látom, hogy mi van mögöttem. Cica. Yeah.
Jó, egy megvan. Nyilván van még. Köszi. Jó, na, szóval, szerintem itt fel lehet ugrani. El fogja érni, csak távol vagyok tőle. Mondom, el fogja érni. Jó. Oké, szóval most átugrunk ide, fogd meg. Jó, akkor nem kell megfogni. Az nekifutásos ugrás. Lara! Ne bénázz itt nekem, szégyent hozol a fejemre. Jó. Aha, látom ám. Szerintem itt, hogyha feljebb megyek, és még feljebb, akkor először is ezt az életet felvesszük. Mondom, felvesszük. Jó. És szétnézünk. Aha, az ott érdekes. Tehát ott majd le lehet csúszni, de itt fent megnézzük, hogy nincs semmi. Nincs, jó. Na, mindjárt bemegyek a bajukba, csak először azt nézem, hogy ott lehet még feljebb menni. A manugrás volt amúgy. Elég parádés volt, de sikerült. Jó. Nem most kéne egyébként innen leesni, úgyhogy mindjárt, hogy felmászok, már mentek is. Nyomtam egyébként az ugrást, csak úgy megsúgom. Tehát nyomtam az ugrást. Csak a játék úgy gondolta, hogy nem. Jó. Feljutottunk. És ez nekem miért jó? Nyilván ide kell jönnöm ennek a szélére. Itt vannak ilyen oszlopok, meg egy kar. Bazd meg. Ja, hogy innen. Kedves a játék. Ez is szép volt, mondom, hát ha fel tud ugrani, de nem. Szóval, ha ezt meghúzom, lengedem a másik hidat? Le! Jó, köszönöm. Ez lett volna a kérdésem. Még valaki esetleg meg akarja erőszakolni szegény Larát? Nem? Te figyelj, mert itt van egy lyuk. Aha. Van medpack, meg magnum töltény duplán.
Oké, azért elmegyünk. Azt tudom, hogy hol van. Ahol meghúztam az előbb a kart. Ott kell leesni. Na. Mindjárt lesz. Jó. Nem? Ez nem szikret? Akkor ne add be szikretnek. Nem volt végül se eldugva eléggé. Úgyis most azért egy pár töltényt ellőttünk a Magnumból, mert... Aki ismeri a játékot. Először is. Itt mentünk egyet, mert... Kíváncsi vagyok, hogy ott lent mi van. Tudjátok, ahova nem mentem le az előbb. Ó, itt nem kéne leesni. Az előbb nem akartam lecsúszni. Ott meg akarom nézni, hogy ott arra kell menni, vagy szikret, vagy mi van ott. Szóval, aki ismeri a játékot, az árulja már el nekem, hogy jól tudom-e, hogy a Magnumnak a sebzése az megegyezik a shotgunéval, csak annyi különbség van, hogy a Magnum az gyorsabban lő. Mert én ezt így tudom. Na, szóval itt mi van? Kurva nagy baj! Kéne, hogy megölj. Ez nagyon nagy baj volt. Na nézzük, miért jöttem ide? Azt nem mond, hogy a semmiért. Nehogy azt mond, hogy a semmiért jöttem ide. És bazd meg pedig de. Ide jövök azért, hogy ez a két búmia dög, ez itt megkeserítse az életem. Semmi más oka nem volt annak, hogy én ide lejöttem. Semmi. Se élet, se tárgy, se lőszer, se fegyver, se semmi. Nem tudsz elmászni. Jó van, nincsen semmi baj. Hát hurrá! Ha ezt tudom, akkor... Akkor nem jövök vissza. Jó, meg vannak cseszve. Az a lényeg. A többi nem érdekel. Direkt nem töltöm egyébként vissza a játékot, mert éppenséggel megtehetném. Csak nem akarom. Ha már megszenvedtem velük, hogy azok ott meghaltak, akkor a játéknak a statisztikája szerint is maradjanak megdögölve. Na, jó. Szóval, akkor ezt legalább tudjuk. Mász fel. Felmennék amúgy. És ez itt egy... Amúgy ez... Ez mi? Ajtó? Ez valami ajtó. Miért van zárva? Na. Most mentünk egyet. Ma az a 1000. És... Így kell lecsúsznom ahhoz, hogy... Szemben legyek. Oké, hol vagyok? Ott van egy kar, már megint.
Ne menekülj! Én vagyok a végzeted, nem menekülhetsz. Na. Máshol nincsen. De igazából akkor ezt itt kinyitottuk. Mindegy, hogy melyikből megyek be? Mindegy, mert itt semmi nincsen töltényen kívül. Akkor miért jöttem ide le? Hogy megyek vissza? Ja. Van lépcső. Kicsit túl van méretezve, de van. Jó. Azt is megnézem amúgy, hogy itt mi van. Ha már itt vagyok. Legalább kar lenne, vagy valami gomb. Mondd azt, hogy ezzel leengedem ezt a hidat. Könyörgöm, mondd azt. Valami történt, de nem az, amire gondoltam, hogy történni fog. Miért? Látnék. Azt ez... Ó, bakker. Jó, előbb... Még... Szeretném megnézni, hogy mi van ott az előző szobában fentebb. Mert itt ugye feljebb is lehet ám menni. Hogy ott fent mi van? Mi lenne, ha én itt csinálnám? Lehet, hogy gyorsabb. Szóval itt mi van? Ott el tudok menni oda. Jó, nem tudom, hogy ez helyből vagy nekifutásos. Ha helyből ugrok, az nem jó. Jó, menjen, pörögjön a halálszámláló. Nekifutásos. Jó, haladjál már, Lara. Remélem, hogy megéri. Hogy valami olyan lesz itt, ami nekem kell. Semmi? Ez mint? De nem tudom, hogy miért lehet felugrani, holott ugye ebben a részben még nem lehet ugye sarkokon átlendülni. Úgyhogy ezt így nem értem, hogy ide miért lehet eljönni. Ha csak nem később lesz jelentősége. De per pillanat semmi. Jó, de megnéztem, és tudom. És ez sokat számít. Nyilván ide nem tudok átugrani. De. Ha eljövök ide, erre tovább tudok majd menni. Ugye itt voltam az előbb. Tudok menni felfelé is, meg lefelé is. Először megnézem, mi van fent. Na, inkább lemegyünk.
Gyorsan megváltoztatom a véleményem, tudom. Aha, jó. Bazd meg! Hogy... Tőletek nincsen nyugta az embernek? Szóval, megnéztem, hogy mi van lent. Halál! Jó, most már legalább tudom. Ami tudjátok, hogy miért lesz jó? Ezért. Menekülj csak! Menekülj! Rohangálj! Egy megvan! Gyere vissza! Meghaltak. A zene is jó volt hozzá. Ez megint egyébként a szopatós rész volt. Na nézzük, hogy innen nyilván nem fogok átugrálni sehova. Viszont, hogyha ott felmegyek és körbe, az lehet, hogy jó lesz. Tök jó egyébként, hogy Egyiptom ugye múmiákról, meg ezekről híres, és így telepakolták vele a pályát. És annyira nehezen pusztulnak el, hogy az nem igaz. Aha, nyilván. Kapd el? Kapd el. Ha-ha, hol a csapda? Secret. Ó, meg lőszer is van. Nagyon jó, a lőszert szeretjük. Nya szóval. Van sati lőszer. Ezt kérem. A satit nem is nagyon használom egyébként, nem tudom, hogy miért, pedig sebzésben nagyon jó, csak lassú, ugyebár. Jó. Mielőtt oda bemegyek, azért elmentem a játékot, mert sose tudni. Jaj, tudom! Tehát, hogy... értem. Hát, hogyha nem mentem volna fel a secrethez, akkor erre kellett volna jönnem hivatalosan. Oké. Okay. Jó. Akkor itt elmegyünk jobbra és megnézzük, hogy ott az... arra lepottyanunk, ott mi lesz. Nagyon remélem, hogy le tudjuk engedni a következő hidat, mert akkor kapásból két műtárgyat fel tudunk venni, ami egyébként nem olyan rossz. Vagy ha itt felmászok? Jó sokat látok! Eddig nagyon jó, tudnám, hogy hova megyek.
Szerintem azok a lenti múmiák azért voltak ott, hogy megszivassanak. Tehát, hogyha itt mondjuk leesel, és nem halsz meg, akkor így meglepnek, és megölnek, és meghalsz. Jó. Tehát ide kellett jönni, mert mi van itt? Egy kar, ami leengedi a másik hidat. Aha! Tehát ide mindenféleképpen el kellett jönni. Jó. És hivatalosan most kéne itt lehuppanni, és most találkoznál össze a két múmiával. Csak én ugye már előre megöltem őket, mert kíváncsi voltam, hogy mi van itt lent. A kíváncsiság fáj néha. Masszál. Jó, szóval akkor megvan egy gyerekje, ami fel van véve. Meg most már két gyerekje. Aha, azért mutatja, mert arra kell majd menni. De megvan ez is. És hogyha mind a négy gyerekét elveszem a helyéről, akkor a nyomógomb ugye feljön, és kinyílik lent az ajtó. Teljes világosság van. Jó. Mielőtt bármi hülyeséget csinálnék, én elmentem a játékot. Itt elvileg én már voltam. Itt volt egy múmia. Elvileg. Jó, most meg kellene találni azt a kart, ami leengedi az utolsó hidat. Ami majd ez lesz. Ezt már egyszer meghúztam. Hogy kellene, merre kéne menni? Hol nem voltam még? Valamerre még nem voltam. Gratulálok, Pisti. Ügyes voltál. Ügyes vagy. Itt voltam már. Sose fogok rájönni. Mert itt is voltam már. Ide ugrottam le az előbb. Megnézzük, hogy esetleg valahol van-e út. De úgy látom, hogy nincs. Azt a kartot az előbb húztam meg. Lent is van. Jó. A következő kar. Fogalmam sincs, hogy merre van. Mindig az utolsó a legnehezebb. Mindig mindenben az utolsó a legnehezebb. Mert amíg az összes ugye megvan még, ugye egyik kar sincs meghúzva, addig tök mindegy, hogy merre mész, úgyis bele fogsz botlani egybe. De amikor már bejártál egy csomó mindent, és már csak egy hiányzik, akkor már egy picit nehéz pont abba az egybe belebotlani. Ott fent is voltam. Azt is meghúztam. Még feljebb kéne menni.
oda. Ott már voltam. Ott már voltam. Ezért nem értem. Ó. Oh. Ha csak nem itt elhagytam valahol. Az még lehet. Mindjárt szétnézünk egy picit jobban. Hát ha eljutok egy olyan helyre, ahol még nem voltam, mert ide se véletlenül lehet felmászni. Ennek itt biztos, hogy kell, hogy legyen valami jelentősége. Tehát azt nem hiszem el, hogy ez csak így dekoráció, dísz, átbaszás, valami jelentősége, fontossága kell, hogy legyen. Ha mást nem is. De... ide. Itt nem rémlik, hogy jártam volna. Nem is. Itt még nem voltam, és nem tudom, hogy mi történt. Ó! Ebből lépcső lett. Ez eddig ilyen csúszkás volt. Ebből lépcső lett. Mondtam én, hogy van valami jelentősége ennek itt. Nem csak úgy izinnek van ide rak. Va. Aha, látlak te mocsok. Egyedül vagy legalább? Rábaszol, hogyha én ide felmászok. Jó, persze, persze. Ott az utolsó kar, már látom. Nem gondolod úgy, hogy bum. Megvan az utolsó kar. Hippi! Nem felmászik. Meghúz. Tadá! Most már csak vissza kell jutnom egyben. Jó, felvenném. Na nézzük, mi van akkor, hogyha én így pusztán így... Hát ez úgy lehet, hogy fájna. Lehet. Nem vagyok benne biztos, de megvan rá az esély, hogy... Hé! Hey! És ez? Ó! Aha. Aha. Aha, tudom hol vagyok és hogy miért jöttem ide. Zsír. Megvan az utolsó műtorgy. És akkor most fog kinyílni lent a víz alatt az ajtó, hogyha ezt innen elveszem. Tadá! Azt hittem, hogy ráesek a izére, a szilárd talajra és rip. Az mondjuk ki volt centízve. Remélem ilyen úszó fúdokló múmiák nem lesznek. Ma azokból nem kérek. Felverném. Ezt is. Azt is.
Nem tudom, mennyire jó ötlet lootolgatni, mikor mindjárt megfulladok. Uha, nagy a baj. Nagyon nagy a baj. Nagy a baj. Levegőt kérek. Levegőt. Nem, Lara, nem akar arra menni, amerre én akarom. Hallok valami múmiát már megint. Tehát így már rég nyomtam a felfelé nyilat, hogy Lara ne menjen neki a mennyezetnek, és hogy kezdjen el úszni lefelé, mert ugye ilyen fordított irányítás van. Ugye a felle. Mert mondjuk úgy, hogy a... Nem azt mondja, amikor nyomom az úszásnál a lefelé nyillal, hogy lefelé ússzon, hanem hogy a testsúlyt ugye merre billentse. És hogyha lefelé nyomom, akkor hátrafelé billenti a testsúlyt, ezzel én felfelé fogok úszni. Pont úgy, mint a repülőkbe a botkormány. Na, bármit csinálok, én életet töltök, meg mentek egyet, mert ez a mummi itt mummiskodik. Azt nézem, hogy valahol fel tudok-e ugrani gyorsan, hogy ez a buzirudi ne nagyon bántson. De úgy néz ki, hogy... Oké. Nem szóltam. Jó. Mász. Te ennek a pályának amúgy sose lesz vége? Hát nem úgy néz ki. Komolyan mondom, ennek a pályának sose lesz vége. És tudjátok, hogy most mi fog történni amúgy? Vissza fogunk menni az előző pályára, ahol ezeket a tárgyakat majd be kell rakni. Esküdni mernék rá, hogy még az előző pályára vissza fogunk ugrani. Jó van, kamera, büszke vagyok rád. Figyelj, emlékeztek, a Sphinxnek a jobb oldalán volt egy lyuk, ami nem lehetett felmenni, mert ott le kellett menni. Ez most az. Csak itt ez most nem csúszós. Tehát most ide jöttünk vissza. A játéknak, tehát ez a map dizájnja, ez annyira überbrutál, hogy szarrá alázza a Dark Souls-okat. Jó, ebbe kell egy karika. Mondjuk ez. Nem. Ja, nem. Sorry, ez. Ja, és ez az ajtó fog kinyílni. Aha, értem. Egy fél pillantás. Ebbe kell a másik karika. Az csíkos. Jó van, tudom, hogy... Majd mindjárt nyitva lesz. Nem kell egyébként minden egyes alkalommal megmutatni az ajtót. Tehát tudom, hogy azt fogja kinyitni. Legalábbis rájöttem volna magamtól is. És van még ez. Jó. Elég lett volna csak ezt mutatni, hogy ez az ajtó itt nyílik. Aha. Fasza. Mert mögötte van még egy ugyanilyen dupla. Na, valami meglepetés, nem? Azért mentünk egyet, mert sose tudni. Szerintem pálya vége. Mentés. Obelisk of Kamon. Ez pedig...
Sanctuary of the Scion. Jó. Na, srácok, innen fogjuk folytatni nem sokára, valamelyik nap a játéknak a végigjátszását. Megcsináltunk ma is kettő pályát, ami azt jelenti, hogy ez akkor 10-11, megvan, ez a 12. pálya, akkor azt jelenti, hogy még van körülbelül 3, ha jól számolom, de lehet, hogy tévedek. Úgyhogy már nagyon így a játéknak a vége felé vagyunk. Ha minden igaz, akkor az egyiptomi pályáknak ez az utolsó darabja, és ezután megyünk egy új területre. Ja. Na de srácok, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok.